Jó reggel kívánunk, kedves hallgatók, elindítjuk a mai millás reggelit is. Október 29-e, péntek reggel van, 5 perccel vagyunk fél hét után, itt van Ács Gábor. És Kede Balázs. És... és optimista hát, péntek van. Abszolút optimista péntek van, azért is vettük rövidebbre, hogy ne <laughs> kelljen itt túl sok rossz hírrel bombázni titeket, meg kellemetlen információval, úgyhogy ennek köszönhető az 5 perccel később. Figyelj, már. én olyan optimista vagyok, meg olyan nagy élményeim, kellemes tapasztalásaim vannak, ilyen világ, világ legegyszerűbb ügyek, ügyeiről is, hogy mint egy pizzarendelés, ugye, amikor működnek a dolgok, olyan ritkán van ilyen. El, Elmondom. Az, hogy az egyik pizza kisebb lett, mint lennie kellett volna, az ugye, egy bosszantó dolog, Igen. amikor külön -e led, hogy nagyobbat kérsz, és akkor kifizet. Az egész procedúra, ez egy voltos e, ügy, de a panaszkezelés kezelés az A szállító, az egész, a de szállító. nem a pizzát. Igen, nem őksítotték a pizzát, de hogy rajtuk keresztül megy, és hogy milyen flottól, cseten, három gomnyomással, az egész és procedúra, az mm -mm. tök jó, nagyon jó ki van találva, működik, de amikor hiba, hiba van, futár mondja, hogy hát ő mutatja is a telefonját, hogy hát neki az nincs, méret nincsen, ő ezt nem tudja, tehát tőlem te kezébe adnak, amit a becsomagolnak, ez én Oké, hát ilyen. akkor csekkoljuk végig, valahol meg úgy, még kicsit hogy élveztem, is meg kíváncsi voltam, hogy hogy működik, de meg, meg is lepődtem, hogy ennyire flottul. Csett, ez történt. Mi a probléma konkrétan? ha esetleg fényképet tud csatolni, hát végig is miből tart, ott van a kicsi meg a nagy, csatoltam, és körülbelül három perc alatt az ügyfélszolgálat. Igen, kinyomozzuk, felvettem a kapcsolatot, Dörödöm, valóban elnézést kértek háromszor, jóváírták egy nagynak az árát, plusz még kreditet jóváírtak, és még húszszor elnézést kértek, és legközelebb majd ingyen. Az egész ahogy ment, hmm. nem ehhez szokott az ember, úgyhogy Azért nagyon kellemes tapasztalat volt, hogy Na, így hát bűködik. Ez... Nyilván, igen. és nem lakott jól az ember. Annyira, mint szeretett volna, de mégis kellemes szájíz maradt a végén, úgyhogy ki van ezt találva. E, olyan kolbászos szájíz. Na, az, igen, igen, mm. igen, igen. Hát az egyik kolbászos, igen. Meg, 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 meg songokus a másik. Songoku. De, a klasszikus gyerek, olasz pizza a, a songokú. Igen, hát nem így hívják már, <laughs> nyilván már nem hangzik jól. Már marketingileg ezt nem lehet, igen. de hát... De miért nem lehet? Nem tudom. Meri, meri, meri még valaki így nevezni szerintem nem, szerintem valami adni kell neki valami városnevet vagy valami jól hangzó ja, az, az hát szok. már ahol aki ügyel erre hát vannak olyan pizzákat látok egyes egyes étlapokon hogy az valami döbbenet tehát a joghurtos, uborkás, szalonnás mangóstól a behányok komolyan tehát én értem, hogy a termékfejlesztésnek haladnia kell az innovációt, nem lehet megállítani de hello tehát azért tudjuk már, hogy mi, 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 mi a lélik. De furcsa, furcsa. Elmaradott be, 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 maradott Abszolút. Nem? Be. Igen, nem? igen, 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 Vil haladó világgal azt, hogy... nem tartja a lépést. Nem, áll. nem, hát, De, nem. véget van, túl, túl lépett rajta az idő. Takós pizza, ilyen takó nem. darabokat tör, Nem vagy nem. te való a 2020-as években. Nem, nem abszolút nem egyébként. 0630 20 10 909 és Weiber számunk, és találtam egy tegnapi későjövő jövő üzenetet 10 óra 2 tisztelt Balázs. Náthásan otthon illő nem maradni. Jó lenne, ha ti példamutató módon járnátok ezen a téren, nem kellene erőltetni, akkor, amikor pihenni kellene. Ezért terjed akkor gyorsabban, mert mindent is kibírónak mutatják egyesek magukat. Ezen a téren is kellene változni az egészséges életvitelt, törekvés terén jobbulás kíváncsikán. Hát elmondok akkor egy műhely titkot. Négyen hát vagyunk. Balázs volt az első, azonnal tesztelte magát, kezdjük itt. A... Ö, igen, a... igen, ezt nem reklámoztam, hogy mm -hmm. ahogy elkapott ez a izé, vettem magamnak, saját pénzemből leteszteltem magam, hogy bejöhetek-e vele vagy maradjak. Egy, kettő. Működik, ez, egy négy most... fő stáb, mm -hmm. két műsoros, műsorvezetős a műsor, tehát minimum két embernek dolgoznia kell. Tegnap élő egyenes adásban felhívtuk Kántor rendrét 240 a Harébról. Ami állói csandrásról nem tudunk semmit. Magyarul én nagyon szívesen hemperegnék otthon, és pihengetnék, törölgetném az orromat, de ha egyszer nem tudunk cserélni, és Lálje. nem tudjuk megoldani, Lálje akkor föl, nem megy. Nyilván fölmerülhet, mert hogy csináltuk. Ott vannak a kis otthoni stúdióink, stúdióink amire rengeteg mm -hmm. kritikát kaptunk, hogy miért későn tértünk vissza, és vártuk meg mindenki. Minden ért. Az, az oltást, illetve annak a hatásait, és stábon belül is volt erről vitte, hogy mikor igen. térjünk vissza. Most szeretnénk, természetesen most is sokat beszélünk róla, mert És hogy... És hát látva az adatokat nem biztos, hogy el lehet kerülni, igen. hogy elősvét visszavezessük. Na igen, Egy... rajta vagyunk, így. Egyelőre, el próbáljuk. Egyelőre próbáljuk. Igen, egyelőre próbáljuk. És hát nyilván nálunk is vannak. Vendégeink már nem lesznek novembertől, ennyit elmondhatunk, tehát már mint hogy a stúdióban, már csak mi leszünk. Én megyek felszedni a harmadik adagot is, meg hát valószínűleg majd mindenki. Úgyhogy amit tudunk, azt megtesszük meg. Nyilván az első apróbb jelre tesztelünk, és így próbáljuk azt, hogy Egyrészt megúszok, másrészt pedig a, hát mindenkinek azért az jobb, hogyha ketten személyesen vagyunk, be, mint a, a táv, távmunkás. Úgyhogy kézben otthoni tartjuk a dolgokat, köszönjük figyelünk, Figyelünk, nagyon-nagyon figyelünk, de köszönjük az, az és, elvételt, és, az és, elvételt, és a jobbuló lást kívánó jó kívánságot is. Na. Ö, ezen kívül azért jöttek ö, már útinfók is, például D. Kartárstó, Dider Gözde, egyben optista, jó reggelt. kartársak kellemes szüneti forgalom tapasztalató Vácró Pestre minden szakaszon. Alig 28 perc mehet idő Zugló Hermina mezőre jelenleg. Aztán... Bla a téren befejezték az aszfaltozást, újra teljes szélességében lehet használni a kereszteződést, írja Tomi. Az jó, tegnap kezdték, és már be is fejezték, ez valamilyen végső aszfaltozás volt, vagy... Mert hogy már egyszer majdnem kész volt, és tegnap volt. Hát az úgy van, hogy sokáig ugye megcsinálják a, azt a hordó réteget, olyankor van az, ugye, hogy kiállnak ezek a kis csatornafedelek, meg ezért, és, a ja, hobb, hogy ezen... és a kopó réteg megy rá utoljára. Nem tudom hát egyébként, keny, hogy... hogy, hogy, hát hogy csak áll... Már bejelentették a... már a múlt Aha. héten, hogy kész vannak, és aztán ezt képest jött az info, hogy megint nagy dugók vannak meg. Pff, igen, tegnap váratlanul, ért, váratlanul ért sokakat, hogy ott ismét túrás van. De akkor most már nincs. Ez a lényeg, ennek örülünk, köszönjük. Lőpapa is ír nekünk, Jaj Morgan Bruce, film, Freeman kartársak. igen. A művész... Fagy. Igen. A művésznő felmarásos pikputyától eltekintve élet vala még optimistán a rutinont csak a szokásos, ugye persze lőpapa, és rögtön be is tűzött nekünk egy songokus képet. Na most akkor föl van, föl van marva a blaha, vagy nincsen? Er. Hát most az érdekes, igen, hogy hogy, hogy, hogy fölmaráson haladó lezárás nélküliség, vagy most akkor mi a pontos helyzet? Akkor várunk még infókat arról. Abszolút. És Weiberre pedig nem jött üzi. Jó, akkor egyelőre ennyi. Gyors névnapos köszöntés. Nárciszokat köszöntjük nagy szeretettel, és a nárciszákat nárciszuszokat. Az euzébiákat, teofilokat, Őzikéket, Ermelindát, Némót, Zénót, és ezzel kész is. Melindák, bocsánat. Ünnepelnek most Nem volt benne rejtett takna látom, hogy pillanatra, hogy megálltál, de nem. Igen, Szerintem. de annyira furcsa volt a sorrend, hogy meg ez a Némó valamiért olyan... Aha. Uh -huh. Jó. De tényleg, tényleg van ilyen, úgyhogy... Születésnaposok között megemlékezünk Steindl Imréről, Magyar Építész 1839, az Országház például, ami az ő nevéhez fűződik. Foxy Fox ilyen négyszeres olimpiai bajnok vívó. Uh, Peter Green, Fleetwood megből, aki tavaly hunyt el, Iház Gábor, magyar énekes, mm, és Winona Ryder, amerikai színésznő, így gyorsan végig rohanva, akitől majd idézünk is, aki ma, ma ünnepli az 50. születésnapját. Akkor jöhet is az első szerzemény, hogy felkészüljünk a lapszemlére, megnézzük, hogy mivel indítanak az online újságok.